Közel egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Magyarság számára Matthias Corvinus Kollégium. Elsőként a hatodikos diákokat szólította meg a Fiatal Tehetség programjával, és nagyon-nagyon sok gyerek érkezett Kárpátaljáról. Ungvári, Munkácsi, Nagyszőlős és Beregszász járásból egyaránt, amiről nagyon büszkék vagyunk. 2018 őszétől újraindult a már hagyományosan minden évben elinduló vezetőképző, kárpátaljai vezetőképző, jelenleg a KMKS ifjúsági szervezet, a KMKS, Bocskor Andrea képviselőasszony és a Matthias Corvinus Kollégium fúziójából. Jelenleg is többszörös túljelentkezéssel kell számolni a jelentkezőknek, de nagyon izgatottak vagyunk, és rendkívül érdekfeszítően várjuk a jelentkezőknek a bemutatkozását, a személyes interjún. Illetve nagyon-nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy a tavalyi vezetőképző soraiból az egyik vezetőképzős hölgy egy saját projektet indított el ez év őszén, mégpedig a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás mentor programját. Erre az idén várjuk az első jelentkezőket október 5-éig. Ez már ugye a harmadik év, amikor van szerencsém a bíráló bizottság tagjai közé tartozni, és nagyon nagy örömmel jelenthetem ki, hogy minden évben egyre színvonalasabb, és egyre érdeklődőbb, egyre érdekesebb motivációs leveleket, önéletrajzokat kapunk. Az idén volt egy kicsinke újításunk is, ami azt jelentette, hogy időpont foglalást csak azt kaphatott, aki egy bizonyos teszt sorozatot egy adott időn belül el tudott végezni. Voltak diákok, akik nagyon-nagyon érdekes válaszokat adtak, és voltak olyanok is, sajnos, akik nem tudták teljesíteni. Ők automatikusan kizáródtak ebből a folyamatból. A beérkezett motivációs levelek is egy bizonyos képet adnak arról a személyről, aki hozzánk ugye jelentkezni szeretne, de személyes interjú az mindenképpen a legmagasabb pontszámot adja. Tehát a személyes interjú az, ami megadja számunkra azt, hogy pontosan fel tudjuk térképezni, hogy az adott személy milyen elhivatottsággal is rendelkezik a kárpátaljai magyarság iránt, az iránt, hogy itthon maradjon, hogy helyben próbálja a kárpátaljai magyarságnak az érdekeit képviselni, és olyan vezetői pozíciót esetleg betölteni, amelyre jelenleg igen nagy igény is lenne.